A tatai edzőtáborban látogatta meg az olimpiai felkészülés finisében járó fehérvári öttusázókat Székesfehérvár polgármestere. Gyenesei Leila és Demeter Bence tartalékként segíti a biztos résztvevők, köztük Kovács Sarolta felkészülését is. Cserpalkovics András bizakodó az olimpiát illetően, és már csak a szereplés miatt is büszke az Albaholán SC sportolóira. Leginkább a versenyzőknek vannak titkos vágyai, titkos olyan eredmények, amik azt gondolják, hogy jó lenne, ha megtörténjenek. Mi is ebben reménykedünk, de akármi is fog történni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy büszkék vagyunk rájuk. Büszkék vagyunk a Sacira, aki biztos résztvevője már az olimpiának, de büszkék vagyunk azokra a versenyzőkre is, akik ma tartalékként készülnek, és például a Saci és a többi versenyzőnek a felkészülését segítik. A 2004-es aténi olimpián aranyérmet szerző Vörös Zsuzsanna után Kovács Sarolta lehet a következő öt karikás érmese városunknak. Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány meglátása szerint egy jó vívással erre minden esély meg is van. Nem akarom nagyon megterhelni, de hogyha ő egy normálisat vív, ami egy olyan magas 800-900 pont körül fölött van, akkor akármi lehet. Mert úszásban a legjobbak közé tartozik, lovaglásban megbízható, szépen tudatosan végig tud menni, és a kombányban is nagyon komoly erényeket csillogtatott, főleg a tavalyi versenyeken, de idén is, és hogyha a tét van, akkor ő erre rá tud nagyon kapaszkodni. Kovács Sarolta is a vívásban látja a verseny kulcsát. Szeretném tényleg, hogyha úgy állítanám a napomat tényleg egy jó vívással, tényleg egy 800 vége, 900 eleje, az már nagyon jó lenne nekem, és hát onnan akkor már bármi lehetne tényleg. Ha úgy elindul a napom, akkor engem is feldobna, szerintem is a többi számban, meg tényleg akkor tényleg az úszás az egyik kedvenc számom, főleg versenyen, úgyhogy remélem, hogy utána már beindulna tényleg, és akár a végén ott tudnék lenni. Hát 1-6-ban nagyon szeretnék lenni, de hogyha jobb lennék, akkor nem bennem. Kovács Sarolta augusztus 7-én indul Londonba, ahol az öttus a női döntőjét 12-én rendezik, remélhetőleg sikeres magyar szerepléssel.